Drágul a tojás, kevés a barack, leander ültetvény karcagon, köves daráló karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. augusztus 19-én 18 óra 5 perckor. A tojás termelői árának 20% körüli növekedése várható a takarmány árának emelkedése miatt. A takarmány drágulás minden állattartót érint, annak hatásait nem lehet hosszú távon ellensúlyozni. A tojás termelőknek csak az átadási árakhoz van közük, a bolti árakat a kereskedők határozzák meg. Szerencsére nem kell arra készülni, hogy a termelők tömegével zárnának be, de a kisebbek áremelés nélkül hamar ellehetetlenülnének. Jelenleg azt érzékelik a termelők, hogy a megszokottnál nagyobb mértékben érkezik uniós import az országba, ami még több magyar termelőt hozhat nehéz helyzetbe. Reneszánszát éli a befőtt készítés lekvárfőzés. Egyre több háziasszony próbálkozik meg a befőzéssel. Az idén csak a szerencsésebbek tudnak barackot befőzni. Ez a sor 600 méter hosszan a Mária Aurélia. Ez a legkedvesebb fajta befőzés szempontjából, a házi asszonyok ezt nagyon szeretik, ez aránylag egy korai fajta. Ezen a fán, illetve hát itt végig a soron, egyenként ezeken a fákon átlag 5 láda barack szokott lenni. Most meg lehet számolni, hogy hány szem van rajta. Bár a sárga barack szezona vége fele jár, egyelőre nem lehet pontosan felmérni, mennyi termet. Az azonban biztos, a sok évi átlagnak egy harmadát érlelték az idén a sárga barackfák. A tavalyi óriási fagykár után reménykedtünk, és idén tavasszal hatalmas lelkesedéssel fogtunk bele a meccésbe, de április elején kezdődött a szokásos műsor, óriási fagykárunk volt, és úgy gondolom, hogy ezt nem csak mi éreztük meg, hanem itt a környéken minden termelő. Vannak olyan fák, ahol egy szembarack sincs. Hála Istennek azért nem 100%-ban fagyott el a termés, reménykedhetünk, hogy valami visszajön. Nyilván a kiadások óriásiak, tehát nem mondhatom azt, hogy bevétele lesz az aranyos barackosnak, de legalább a fákat szinten tudjuk tartani valamilyen módon. Térségünk jelentősebb barackosaiban nem ilyen szerencsés a helyzet. Ebben a barackosban 6 éréscsoport található, és a fákon, a fák állapotán is látszik, hogy melyik hogy sínylette meg a tavaszi fagykárt. A sárga barackból semmi nincs, tehát szó szerint egy szem sem maradt meg, illetve találtunk egy fát, ahol volt egyetlen egy szem sárga barack. A lapos barack a következő, ami érik, hát ott is óriási a fagykár, a termés 90%-a oda van, ami pedig a fán maradt, most az elmúlt 10 napban olyan viharos szél volt, hogy még csoda, hogy egyáltalán a fán van. A következő éréscsoport az őszi barack és a nektarin, itt is óriási volt a fagykárunk, körülbelül 80-90%, viszont az a kevés, ami a fán maradt, az jól érzi magát, kevesen vannak, jó nagyra fognak nőni, márha meg fognak nőni, hiszen az elmúlt egy hétben viharos volt az időjárás, isteni szerencse, hogy nem kaptunk jeget. Ha bármilyen mértékű jégeső ilyen állapotban elkapja az ültetvényt, akkor egy szembarack sem fog itt megteremni. Reménykedünk, várjuk az esőt, mert öntözéssel nagyon nehezen megoldható, hogy megnőjenek a barackok, viszont félünk is, mert manapság az a divat, hogyha jön az eső, akkor sajnos az viharos erejű széllel és jéggel érkezik, ami szó szerint tönkre teszi az összes gyümölcsöt. Az erőteljes védekezés ellenére tavasszal teljesen elfagyott az alföldi ültetvény, és több mint 90%-os kárt szenvedett a családi gazdaság barackosai. Mivel lassan szedhetjük a gyümölcsöt, így nyilván érdeklődünk a nagybani felvásárlóknál, és nézzük a piaci árakat is. Én tudom, hogy a fogyasztóknak szörnyű, hogy ilyen drága a barack, de termelői oldalról nézve látjuk, hogy sajnos nagyon sokba kerül az előállítás, úgymond az előállítása a gyümölcsnek. Ha sikerül ezeket a fán lévő gyümölcsöket kinevelni, beérnek időre, akkor az valamelyest a termelőkön segít,
ha marad ez a felvásárlási ár, de nyilván mi nem szeretnénk, ha ez a barack cefrébe kerülne, tehát mindenképp igazodni fogunk. Mi itt helyben szeretnénk értékesíteni a termést, és Isten igazából bízunk abban, hogy működik egy lokálpatrióta szemléletmód. A helyiek már várják a mi gyümölcsünket, mi pedig bízunk abban, hogy egy normális áron sikerül átvészelni az idei nehéz évet. És hát azt szokták mondani, hogy sok nehézség után a 2021-ben reménykedünk. De ez már tényleg az utolsó lehetőség, mert szerintem nem csak nekünk, más termelőnek is teljesen vége a tartaléknak. Szabó Zoltán szakmáját tekintve villanyszerelő, mára azonban 3000 Leander tulajdonosa. A kert, a növények szeretete családi vonás náluk, édesapja évtizedekig művelt zárt kertet. Szabó Zoltánnak felnőttként a horgászat lett a mindene, aztán elkezdte gyűjteni a kaktuszt, amikor aztán egy kisebb baleset érte, felszámolta az állományát. Villanyszerelő vagyok, de valami úton módon a természet szeretetem az megvolt mindig. Tényleg horgáztam, mindig mondtam, hogy akármi történjen, horgászatról nem mondok le, de sajnos ez a leanderek valahogy ezt az időt felemésztik, és most már horgászatra nincs idő. Aztán volt egy álmatlan éjszakája 2017. december 3-án, és az interneten észrevette, hogy a leander milyen sokféle lehet. 3 évvel ezelőtt volt egy álmatlan éjszakám, és véletlenül rátaláltam, hogy a leandereknek hányféle változata van, hányféle színárnyalat, pillaformázat, és akkor tulajdonképpen ekkor valahogy így egyszerre beütlött az, hogy én ezt szeretném csinálni, szeretnék maradandót alkotni, szeretnék saját fajtát előállítani, elnevezni tényleg gyerekeimről, minden kedves ismerősömről, és ezzel szeretnék a jövőnek egy maradandót alkotni. Vett Székesfehérváron 2 leandert, aztán a fiával még 7-et. Ezzel a 9 darabbal indult, megnézte, hogy lehet kikeltetni. Egy magtokot elültetett, felnevelt, abból lett 41 néhány magonc. Szeretem a kihívásokat, és pontosan ezért vagyok úgy, hogy én a magoncozással foglalkozok, hogy mindenképpen az elvetett magból a méhecskék beporzása alapján bármi lehet, de azért oda kell figyelni, hogy milyen anyanövényről származnak a magok. Mert igenis az anyanövény örökít. Ott kezdődött, amikor valami már látszódott, hogy az egyiken nőtt egy magtok. Azt se tudtam, hogy mi az, utána néztem el a Google barátom, és akkor abból a vetésből lett 40 pár darab magonc. És utána kezdtem el belemélyülni ebbe a dologba, hogy hogy is zajlik ez, hogy lehet ezt jól csinálni, és akkor az ország legnagyobbjaitól beszereztem azokat a magokat, amit én úgy gondoltam, hogy érdemes próbálkozni. Az ország legnagyobb leandereseitől 2018-ban beszerzett különleges magokat, és azt elvetette. Mára a fehér mellett a rózsaszín 1000 árnyalata van, a ciklámentől a sötét bordóig, a sárga összes színváltozata. Mindenképpen azt kell mondani, hogy a rózsaszín az eredeti vad színváltozat, a rózsaszín 1000 árnyalata, azon kívül tényleg a fehér, a bordó, a piros, mert igenis van zászlópiros, tűzpiros, van 6 féle lilám, ami egy nemzetközi Barcelonának a gyermekei mind, és minden leander tűzinapon van. Egyet nem hurcolászok, egyet nem karózok, nem kötözök. Tömören én azt mondom, dolgozom mind gyökérre, és mutassa meg, hogy mit tud. Nemzetközi viszonylatban is jegyzik már némelyiket. Az egykori 20 négyzetméteren nevelt kis magoncokból már a 3000 darab leandere van. Reggel öntözéssel kezd, majd dokumentál. Már nevezett el a család tagjairól virágot. A szokásos lila, fehér, sárga mellett bordó, de tűzpiros is van a kertjében. Hát a kék az genetikailag biztos, hogy nem lesz leanderek között, de nagyon szeretnék még sötétebb bordókat, mert rengeteg sötét bordó van, de mindig ott van, hogy még lehet, de ezt csak úgy lehet megoldani, hogy fél árnyékba vagy árnyékba tenni, hogy a nap feléig süsse a nap. Szóval így, hogy tűzi napon van, én tudom, hogy mit tud az a növény, de nem tudja visszaadni, mert amint kinyitja a szirmait, az a bordó szín egyből megég, és már kikezd fakulni. A hobbija nem olcsó, hiszen a 3000 darab cserép, a speciális föld, a tápoldat is pénzbe került. Segítsége tavasszal a kiültetésnél van, télen 2 lakásban van az állománya. Ez 6 teherautó, minden ősszel beteleltetni, tavasszal kiteleltetni, és
rengeteg segítő kézre van szükség, és ha már ők meghallják, hogy a Leander, már majdnem azt, hogy menekülnek, de segítenek le a kalappal előtt. A Leander is olyan, mint a kávé vagy a szerencsejáték szenvedélyé válik, ahogy az ember elkezdi gyűjteni, utána mindig akar hozzá újabbakat. Azt mondják, ha elveti az ember a Leander magot, az 3 évre virágzik. Neki fél év után a vetéstől már 30-50 virágzott. Ez igazi ritkaság a szakmában is. A virágait nomád tartásban tartja, nem metszikarózza őket. Külföldről hozzák be a rengeteg kis apró növényt, hormonnal megvan teljesen doppingolva. Nagyon szép, de az addig. Utána visszaesnek. Én úgy vagyok vele, hogy az igazán ez a nomád tartás, ami itt van, ez bemutatja, hogy mit tud a növény. Az ismerősei, rokonai már megszokták, hogy a leanderek jelentik Szabó Zoltán számára kikapcsolódást. Gyermekei, ha hazajönnek, megcsodálják az állományát, de ők nem akarják folytatni. Természetesen hazajönnek, kijönnek, fotózkodnak, tényleg szeretnek benne lenni, és nagyon szeretik ezt a színkavalkádot. Most a nyaralás háttérbe szorul, maximum hosszú hétvégére utazik el párjával Szabó Zoltán, aki a jövő évi karcagi birkafűző fesztivál keretében szeretné bemutatni csodaszép virágait. Tartalmas perceket tölthet el az, aki ellátogat a karcagi köves darálóba. A malomtörténeti kiállítás Karcagon a Püspökladányi út 18 szám alatt található. A köves daráló kiállítóhely 2 fő részből áll. Magából az örlő helyből és egy malom történeti gyűjteményből. A köves daráló fontosabb elemei. Maghajtás szíjjal, villanymotor segítségével. Terméktovábbító, garat, felvonó elevátor. Kövek, álló, mozgató távolsági beállítóval. Ezek közé kerül a daráláshoz szükséges termény, a kukorica, a zab, az árpa. Kegyér gabonát, búzát, rossz sem a háború előtt, sem a háború után nem lehetett darálni. Ez a városban működő örlőmalmok feladata volt. Az örlemény rögzített zsákba került. Ez lehetett kisebb vagy nagyobb dara, attól függően, hogy a daráltató milyen állat etetéséhez használta fel. A helyiségben található egy mázsa, amelyen a mester a darálás előtt lemérte a hozott terményt. Súlyok, véka, kanál, mázsakönyv, amelyben rögzítették a daráltató nevét, címét, a behozott termény mennyiségét, kiírásokat, például vámért vagy pénzért történt örlést, az anyagmozgatáshoz molnár kocsi, valamint a javításhoz szükséges szerszámok és satupad is található. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!